Ez a 18. alkalom is erre mutat, hogy itt valamikor elkezdődött egy olyan folyamat, ami egy kiváló gyümölcsöt termett. Széle Sándor megyei kormány megbízott nyitotta meg a nagykorúvá vált pályaválasztási kiállítást péntek délelőtt. A 18. alkalommal megvalósuló nagyszabású eseményt ezúttal is a megyei kormányhivatal szervezte. Komoly pályaorientációs tevékenységet végez a megyei kamara is, melynek elnöke a rendezvény keretében adta át három kiváló szakmunkás tanulónak a Jerfi Antal díjat. A kamarának mindent meg kell tenni, hogy a mostani kornak a szakmai utánpótlását biztosítsa, mert hát a mostban élünk, és persze jövőre készülünk. És a kamara mindenféle akciókkal próbálja fiatalokat rábeszélni arra, hogy szakmát választani, szakmát művelni. Persze magas szinten és jó minőségben és megfelelő adással, az egy jó történet. És ez a pályaválasztási kiállítás is erről szól, és erről szól az a Jerfi díj, amit pár évvel ezelőtt indított a kamara útjára. Összesen 48 kiállító vett részt a kiállításon, 28 szakképzőiskola, 13 munkáltató és 7 egyéb intézmény. Itt a Győr-Moson-Sopron megye, különösen Győr és vonzás körzetének összes szakképző intézménye, és az őket támogató vállalatok is együtt megjelennek, tehát a leendő munkaadók, akiknek az igényeit próbáljuk kielégíteni, és az őket kiszolgáló iskolák együtt vannak jelen. Így ugye azért az ide kilátogató 8-as, jó esetben még annál fiatalabb diákok is, általános iskolás diákok, láthatják, hogyha ezeket az iskolákat választják, egy biztos jövő vár rájuk, és egy biztos elhelyezés a munkaerőpiacon. Számos győri iskolaigazgató is megjelent a rendezvényen, ez is azt bizonyítja, hogy komoly felelőssége van a tanintézmények vezetőinek a diákok pályaorientációjában. A továbbtanulásban egy középiskolai igazgatónak nagy felelőssége van, tehát hogy úgy orientálja a nyolcadikosokat, hogy azok az érdeklődésüknek megfelelően tudjanak választani, illetve azért ne csak az érdeklődésük motiválja, hanem az is, hogy valóban be kell rendezkedni az élethosszig tartó tanulásra, meg arra is, hogy felelősen kell dönteni. Tehát hogyha esetleg egy nyolcadikos kétféle szakma közül gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor nyilvánvaló, hogy azt is érdemes megnézni, hogy melyiknek van jövője, tehát melyik az, amelyik a munkaerőpiacon való sikeres megjelenést lehetővé teszi. A Győri Nemzetközi Ipari Parkban működő borsodi műhely eltökélten keresi az utánpótlást, hiszen szakképzett munkaerőből sosem lehet elég. Nálunk a pályaorientáció az egy kiemelt téma a cégnél. Azt gondoljuk és meggyőződésünk, hogy ahhoz, hogy 5-10 év múlva, de vagy akár egy év múlva is legyenek szakembereink a cégnél, mindig új kollégák, ahhoz elengedhetetlen, hogy a fiatalokkal foglalkozzunk. Ugye mi most már lassan 10 éve gyakorlati képzőhely vagyunk, így szükséges a diákoknak, már általános iskolai diákoknak is a fogadása. Meg kell velük ismertetni a szakmát, mert különben nagyon nehéz számukra a döntés. A pénteki nap során több mint 3000-en látogattak el az egyetemi csarnokba. Nagyrészt diákok, de voltak szülők és pedagógusok is.